Sziasztok, én Rózsa Gyóla vagyok, ez itt a Kriptoros csatorna, és elhoztam nektek a legfrissebb információkat a SocialSwap házatájáról. <kül> és azt hiszem, az egyik legfontosabb videóm lesz, amit a, az elmúlt időszakban készítettem, hiszen komoly információkat fogok veletek megosztani. Kezdjük a Social csártal, hogy néz ki. Továbbra is len vagyunk 5 cent alatt, illetve opa, 5 cent fölött vagyunk, mert, mert a szerdai uh, élő bejelentkezés óta azért szépen elindult az árfolyam felfelé. Itt volt egy beszakadásunk, egy bána elhagyta a hajót, szerintem a lehető legrosszabb időpontba hagyta el, holott óriási profittal, ő egy korai befektető volt és egy éven keresztül farmolt, körülbelül meg bőven megduplázta a, a tokenjének a, a darabszámát, és hatalmas profittal szállt ki. Hogy miért ment el, ezt nem tudom, nem tudja senki, de az biztos, hogy én szerintem a lehető legrosszabb időpontban szállt ki ebből a történetből. <kül> Jó, hát ennyit a, a csártról. <kül> Illetve még annyit akartam mutatni nektek, hogy <kül> az elmúlt időszakban, február elején voltunk egy 20 cent környékén, és ott is volt egy, egy meglódulás felfelé. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kor blokkláncos történettel, <kül> amikor így ismét csak elindul felfelé az árfolyam, mert az 7 hogy el fog indulni, ez nem fog megállni 20 centen. Ez az én magám véleményem, úgyhogy uh, szerintem érdemes még most bespájzolni, amíg ilyen olcsó az árfolyam. Jó, nézzük, miről volt szó a szerdai élő bejelentkezésen. A legfontosabb és legégetőbb téma a cross-chain, a <coughs> multi történet, a social, történet, uh, social nál Kedden voltak a, a, srácok Pozsonyban, ahol a core lánc vezetőjével találkoztak. Azt a fényképet kinagyítom nektek, mert ezt itt, itt láthatjuk, így van. Itt vannak a, az alapítók, Michael Lubzer, aztán ő, az ő fia, ő a CEO, a Ratislava fő főprogramozó, Chris Stretchen, ha jól ejtem a nevét, ő a pénzügyi részlegnek a vezetője. Ez a három úriember pedig igazgatóként tevékenykednek a Core Blockláncnál, hát és ők ők, visz, ők, nem akárkik. a John Mayer őről nem, találtam információt, csak azt mondom, amit itt hallottam. Biztos, hogy felelhető az interneten, de egyszerűen nem volt időm annyit kutakodni utána. Ő neki lehet igazából, ő a kriptovilágban is egy neves szakember, de valójában ő neki köszönhető, hogy a mobiltelefonok egyáltalán léteznek a világon ha jók az információim. Stephen Moore, ő egy neves közgazdász, ő a Donald Trumpnak volt pénzügyi tanácsadója, illetve ha ő azt mondja, hogy Kis Pistát nevezzük ki a CIA igazgatójának, akkor holnaptól Kis Pista a CIA igazgatója, tehát az ő, ő mondatainak, az ő szabainak van komoly súlya. És Rowland Hanson, őt talán jobban ismeritek, ő pedig a Windows keresztapja, ugye a keresztapát kinek, ki, kit szoktunk keresztapának nevezni, aki valakinek nevet ad. Hát azért, hogy a Windows-t Windows-ként ismerjük, azt ő neki köszönhetjük, ő Bill Gatesnek volt egy közvetlen munkatársa, illetve a, a Microsoftban 81-től, 1981-től 85-ig töltött 85 be nagyon komoly szerep, illetve most is van részesedése az, az egész, cégben, tehát jó barátja Bill Gatesnek és hallgassuk meg, hogy ő mit mondott core blokklánccal kapcsolatban. Visszapörgetem ezt a videót ide, és, és olvassátok, és lehet néha megállítom, hogy, hogy azt, amit ő mondott. Úgy itt ezzel kezdődik, hogy déjà vu volt számomra

erre mondta, hogy le volt nyűgözve, hogy, hogy a Microsoft ugye egy Windows alkalmazással, ugye akkor azt még másnak hívták, hogy, hogy milyen forradalmi újítás lesz bevezetve a számítógép piacon, és a DAG pedig az az ember, aki összehozta őt a Core Blocklánc csapatával

tehát soha nem gondoltam volna, hogy nagyobb dologgal fogok foglalkozni, mint a Windows, hiszen a Windows ma már egy globális, világhírű márka. Tehát azt mondta, hogy mire véget ért a beszélgetése Okival, ugye ővel és Michael-lel, addigra azt gondolta, hogy őnek ebben részt kell vennie, hiszen ez egy nagyobb márka lesz, mint maga a Windows. És a később a beszélgetésben, ebben a beszélgetésben később elmondta, hogy ez gyorsabban fog befutni, mint a Microsoft. <kül> Nézzük meg a Microsoft milyen utat járt be. Mit adnátok, ha visszamehetnétek mondjuk 90-es évek környékére, vagy mondjuk, mondjuk az indulására, jó? Mert most egy olyan technológiának az indulásáról beszélünk, mint anno a Windows, mondjuk mikor a Microsoft elindult. Tehát mit adnátok, amikor mondjuk, tegyük fel mondjuk 7 centen, vagy 1 dolláron tudtatok volna a Microsoft részvényt venni? És az felszaladt tavaly szeptember 1-én 300 dollárig. Jó? No? Tehát ez, ez több, mint, a 3,5 millió százalék, tehát az 36.880 szorosára emelkedett az árfolyama. Tehát a Core nagyobb a márka lehet, mint maga a Windows, és gyorsabban fog befutni, mint a Microsoft. Ezt ő mondta. Nem én mondom, ezt ő mondta. Nem kell, hogy 35 szeresére emelkedjen, elég, ha csak a 10szeresére emelkedik. És ez az miért, miért lesz jó a szaknak? Hát azért, mert lesz egy Core SST páros pool. Vagyis az SST kor páros pool, a core anya token, ez, a, ez a, a core blokkláncon lesz, hogy a core anyatoken elindul felfelé, mint az őrület, akkor az bizony az SST árfolyamára is kihatással lesz. Vajon milyenre? Hát az is emelkedni fog, nem is akárhogyan. Hogy miért emelkedhet-e uh, ilyen magasra? Hát ő azt mondta, hogy igen, uh, nagyobb márka lehet. És hogy ezt mire alapozta, Uh, tehát ők nem hülye emberek. Nem hülye emberek, ő nem is a pénzért csinálja, hiszen 500-szor meggazdagodott már ebben az életében, és a következő X generáció szerintem rendben van a családjában, mégis részt akart venni ebben, hiszen egy akkora innovációs, és egy akkora újítás, és akkora forradalmat hoz a, a, a szoftver világba, hogy ami higgyetek, alapjául meg fogja változtatni az egész világ működését, az egészet. Akkor most visszamegyek ide a meetingre. Szóval a korboklánccal találkozott a AK csapata, és megbeszélték a részleteket, és a deal tető alá került, vagyis partner kapcsolatra lépnek, Ez már erről volt már szó múlt héten is, de most a részletekről beszéltek, és bepillantást kaptak, elsőként, mondjuk első civilként, tehát akik nem a korblokklánc tagjai, tehát mint civil emberek bepillantást kaptak abba a technológiába, ami ennek az egész történetnek az alapja, tehát az internet nélküli kommunikációba. Azt mondják, hogy megmutatták a telefonjaikat, már a kórosok megmutatták a telefonjaikat, nem volt benne szimkártya, teljesen sima telefonok voltak, tehát nem egy hiper extra telefon, nem, egy abszolút mezei telefon volt, és az egyik egy Xiaomi, a másik meg valami kínai márka, és csináltak egy tranzakciót a, a blokkláncon, és tehát a másodperc tört része alatt megérkezett a tranzakció. Úgyhogy nem volt internet, oké. Okay. Utána, hogy ezt még megdobják, még egy kicsikét, videótelefonálást is eszközöltek, és tehát mondjuk, ha most felhívsz valaki mondjuk a Whatsappon, videóhívásba, és akkor az néha szakadozik, néha elmegy a hang, ha éppen nem úgy van a térerőd, azt mondják, hogy azt mondta, mesélte Harry, hogy hogy abszolút teljesen, tökéletesen tisztán lehetett hallani, tökéletesen tisztán lehetett látni mindent, tehát működő technológiáról van szó, és, és amikor ők ezt látták, uh, ugye hiszem, ha látom történet... Uh, <laughs> Tehát e, 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 így, azt mondja, így irá, irányíg mosolygott. Egész végzet látszik is a fotón, hogy mosolyognak, és örülnek, hogy ez valami fantasztikus dolog, amit itt a kor letesz az asztalra. Én nagyon izgatott vagyok, és, és nem is nagyon tudok mit mondani. Nem is találok olyan, olyan, olyan szavakat, amikkel ezt le tudnám írni, hogy, hogy mit érzek, hogy egy ilyen dolognak a részesei lehetek én, és rajtam keresztül ti is, hogy az információt megkapjátok tőlem, a, egy olyan technológiai újításnak, innovációnak a, a kezdeténél vagyunk jelen, mint amikor elindult, látjátok, a Microsoft, vagy amikor elindult, a, elindult a, a, az Amazon webáruház, a, a Google, aztán az Apple, a Tesla, aztán sorolhatnám, de visszamehetnék akár száz évet is, vagy még többet, amikor elindult a telefon, vagy egy távíró, a telefon, aztán mobiltelefon, és akkor itt az internet, tehát egy ilyen technológiai váltáson, következő szintlépésen, evolúció következő lépése, következő szintjére lépünk fel a korral, a korral együtt, és ennek a kezdeténél, a nulladik percénél, sőt a nulla előtti percénél, a nulla az akkor lesz, amikor elindítják, kirakják nyilvánossá ezt a blokkláncot, tehát ennél lehetünk ott ebben a pillanatban. Szerintem ez egy zseniális dolog. Milyen előnyökkel fog ez nekünk járni? Itt van a különböző oldalak, amit a, a kor ökorendszer tartalmaz. Ebben most nem fog belemenni ennek a részleteiben, mert ez nagyon hosszú lenne a videóm. Nézzétek meg a kortoken.net-en, ezt az oldalt be fogom tenni a videó leírásába, hogy mi ez az, öko, mi ez a, a, az ökorendszer, és hogy, hogy, ez mekkora hatalmas, szinte mindent átölel, tehát egy mondatban átöleli a bank és a pénzügyi rendszert, az elkereskedelmet, itt gondoljatok mondjuk egy Amazonra, átöleli a streaming szolgáltatást, mondjuk itt gondoljátok mondjuk a Netflixre, vagy bármelyik streaming szolgáltatóra, vagy a YouTube-ra például, illetve mm, úgy felírtam a jegyzetben, hogy mi az, ami így, da, jó, ennyi. Nézzétek át, és készítek majd videókat ezekről igyekszem külön-külön, ahogy kapom és az információkat, hogy pontosan mik is ezek, és hogy mi ez a, a, a hogy, hogy, mit tudnak. Tudnék most pár dolgot mondani róluk, de, de nem akarom elhúzni, elnyújtani ezt a videót. Itt ez a Codetech.cc, aztán a Corpass, a Ting Video Streaming Platform, a Toktoké, ami az elkereskedelmetre forradalmasítja, a Ping Exchange, a váltójuk, ami a pénzügyi forradalmasítja, beleértve a banki szolgáltatásokat, tehát egy mondat erről annyit, hogy a bankokat nem fogja kizárni, hanem a bankok is ráharaptak erre a történetre, és a bankoknak az egyik legnagyobb problémáját fogja tudni megoldani, hogyha pénzt kell küldeni egyik helyről a másikra, akkor az ne tíz napig tartson, amíg átér a pénz, hanem mondjuk rányomsz, és ott van a lóvé. Mert hogy olyan gyors a rendszer, hogy 42 másodperc alatt történik a blokkláncon, ugye hat hitelesítésnek kell, hogy meglegyen, és ez 42 másodpercig tart. A, mondjuk vegyük a bitcoin ha bitcoint elküldjük, és le van terhelve a hálózat, ez átmert mondjuk 5 perc alatt, 10 perc, fél óra, de akár egy napig is tartott, míg átér az egyik helyről, a, illetve a hitelesítés megtörténik. Ez a kor láncon pontosan 42 másodperc alatt megvan. Csapongok egy kicsit, tudom, de annyi minden van a fejemben, hogy is igyekezném gyorsan-gyorsan átadni nektek, ne legyen túl hosszú videó. Ugye a Harry elmondta a saját élményeit, ezt elmondtam a telefonnak kapcsolatban. Nézzük azt, hogy a partner kapcsolat az mit fog tudni nekünk adni, és azt hiszem ez egyik legfontosabb fólia, amit meg akarok nektek mutatni. Tehát SST kor páros pool lesz, uh, <coughs> bocsánat, <coughs> egy magas API-jal, magasabban, mint, ami most, mint amit most látunk a social szapnál. Illetve, és itt látjátok az SST aggregátor of Core Blockchain, tehát az SST aggregátor a Core Block Erről említettem már pár gondolatot nektek, de most akkor elmondom, Elmondom még egyszer, illetve három hét ezelőtt erről nem beszéltem, mert most már, ha itt van a kint a fólián, akkor, akkor beszélek erről is. Ugye a core, ami tudni kell a korról, hogy a core blokklánc az összes létező blokklánccal a világon kompatibilis. Ez úgy képzeljétek el, mondjuk, hogy ez az összes ez az összes, összes boklánc, a kor ezen rajta, oda vissza átjárhatóságot biztosít a között, és ennek a tetejére ráteszük, mondjuk az SST agregátorát. Mert hogy a kor nem akar saját agregátort lefejleszteni, hiszen az SST-nek már van egy, és nem is akármilyen, ezt ők mondták, amikor először találkoztak, hogy nektek van egy tök jó agregátorotok, és hogy ez milyen geniális van lefejlesztve, mi lenne, ha ebből csinálnánk egy olyan agregátort, ami a kor bokláncon fut, és az összes decentralizált, az összes bokláncon futó összes decentralizált váltónak váltón létező összes kiptalutát elérheti, és ezen keresztül tudnak az emberek váltani. És hát mit lehet erre mondani? Hát jó ám legyen. Úgyhogy eh, erre mondtam valamelyik videóban, hogy olyan partner kapcsolatra lép az SST, hogy egy idő után illetve egy idő után nem lesz nem tudják megkerülni az SST-t. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik blokkláncon vagy te, ha, ha le akarod váltani, a, leg, a legolcsóban szeretnéd megvásárolni a kriptovalutát, ha lehet, hogy a lehető legkedvezőbb árfolyamon, akkor muszáj lesz az SST agregátort használni, mert ennél olcsóbb és kedvező megoldást és gyorsabb megoldást nem fogsz tudni találni. Pont. És ami itt a legutolsó mondat, ami nagyon-nagyon fontos még, hogy uh, igen, le van ide írva, úgyhogy ezt én elmondom, kőbe, kőbe akkor lesz vésve, amikor jövő héten alá lesz írva a szerződés, jó? Tehát uh, itt megegyeztek szóban, és az ügyvédek lefektetik a, a, a szerződésnek az alapjait, és jövő héten mennek, és aláírják a szerződést, akkor lesz kőbe vésve ez a történet. De itt a mondat arról szól, hogy amikor elindul a kor blokklánc, és a kor blokklánc váltó, akkor elsődlegesen négy darab, Plusz egy kriptovaluta lesz listázódva ezen a váltón. Bitcoin, a Litecoin, az Ethereum, a Core egyértelműen a sajátjuk, és mi lesz a negyedik, vagy az ötödik, egyetlen kicsi tokenként az SST. SST is listázva lesz ezen a váltón. És emellett még lesz euró, dollár, a CDR, ezt fogalmam nincs, hogy micsoda. Kerestem, de nem találtam segítsetek, írjátok meg a videó alatt, mi az a CDR, és az angol font. Ennyivel fog elindulni a váltó, és én úgy gondolom, hogy a lánc az nagyon-nagyon nagy figyelmet fog kapni, hiszen már most is nagy figyelmet kap, de amikor ez elindul, és ez az internet nélküli történet, ez eljut az emberek tudatáig, akkor ebből egy ez, egy, ez, egy, hatalmas hatalmas történeti tud vágni. Ez a történet, sokszor sokszor használom ezt a szót, de ez egy tényleg hatalmas márka tud válni, nagy, nagy, figyelmet fog kapni, és nagy figyelem az rá fog irányulni az SST tokenre is. Jó, akkor itt volt még egy fólia a végén, itt beszéltek még a... Beszéltek még, a Mountain wolf ugye megemlítették, hogy újabb buyback és újabb tokenégetés volt, illetve újabb visszavásárlás a jutalékokból és újabb tokenégetés volt a jutalékokból, illetve a, volt egy plusz uh, info. Itt a legfontosabb, hogy a marketi tevékenységeket fogja felélénkíteni a Social Swap, és a, tanácsadó, a tanácsadókat újra fogják struktúrálni ezt a tanácsadói uh, gondolatmenetet, illetve kapcsolatokat. Elsőlegesen annyit fogok nektek tudni mondani, hogy a két mostani tanácsadónk, ez nem hangzott el ebben a videóban, de ezt mondjuk így, így, mondjuk úgy, hogy négy szem közt elmondhatom nektek, hiszen nem hiszem, hogy nagy titok lenne, hogy annyira olyan sok mindent nem tettek le az asztalra, mint amit vártak, már várt volna tőlük a közösség, viszont a pénzt azt felmarkolták érte, úgyhogy ő nekik egy, lesz egy szép csendes uh, szia. És ez a pénz, amit oda nem kell kivizetni, az bizony másfajta marketing, marketing tevékenységekre fog befolyni. Illetve abból fognak más marketing tevékenységet finanszírozni, mint például a Google reklámokat, ahol mondjuk Dennis és AK üzleti prezentációjára fogják ráirányítani az embereket. Jó, és terve van véve különböző közösségi szavazások. Ennek a részleteit nem mondta el, erről én sem tudok nektek beszámolni. Illetve, hogy lesznek-e újabb tanácsadók, vagy másfajta tanácsadók, erről mondtak pár gondolatot, de hogy kik és milyen formában, ezt nem, ezt nem tudom megmondani, erről nincs információm. Amint lesz, el fogom nektek mondani. És itt volt még egy fólia, amit keresek, amiről akartam még beszélni. Az pedig. Ah, itt kell, hogy legyen. Ez lesz az, talán, vagy mégsem. Jó, nem találom, akkor elmondom, <laughs> hogy épül egy bridge a trón és a kor blokklánc között. Ezt ebben megegyeztek ott mindjárt a. a keddi találkozón. Ugye a bridge, aki nem tudná, az egy az hidat jelent. A, tehát kétféleképpen tudsz egyik blokkláncra átmenni a másikra, vagy egy központi harmadik blokkláncot kell igénybe venni, ahol mind a két token megtalálhat, és akkor leváltod egymás között, és akkor tudsz váltani, vagy direkt átmész egyik blokkláncra a másikra, és ennek a programozását kezdték el a fiúk, a keddi lapon megegyeztek, hogy ezt megcsinálják gyorsan, gyorsba. Mikor indul el a kor blokklánc? Ezt nem mondták el kedden, ez egy mondjuk úgy, belső info, jó? Mi várható? Kettő és négy hónap. Jó? Kettő és négy hónap, ha minden jól megy. Jó? Ha minden jól megy, kettő és négy hónap múlva el fog indulni ez a, ez a, ez a hálózat. Hol lehet venni, ezt a fóliát keresem még, de egyszer nem találom, hogy hol lehet venni kortuzac, de hogy hol lehet venni kortokent, mert kérdeztétek tőlem is, hogy hol lehet venni kortokent. Sehol. Tehát nem tudok venni, hiszen ide van a japán közösség és az európai közösségek is keresik évek óta a kortoken, de egyszerűen nem férnek hozzá. Nincs eladó, meg volt egy prisszél, és onnantól fogva nincs több. De, de elképzelhető, hogy a Social Swap közösségének felajánlanak majd valamennyi kortokent, amit mi meg fogunk tudni majd venni. Ez nincs kőbevésve, ez még egyesség, illetve tárgyalási uh, alap, hogy ez létre tud-e jönni, és ha igen, akkor mennyi, vagy vagy, vagy abszolút elvetik ezt az ötletet. Uh, ne, ne, nem is tudom, mit mondjak. Érdemes, akkor fogsz tudni, ha ez létrejön, akkor fogsz tudni kortokent vásárolni, hogy a SocialSwap közösségének a tagja, vagy hogy tudsz akkor SocialSwap közösségének a tagja lenni, úgyhogy rendelkezel SocialSwap tokennel. A következő ennek a menete, a videó alatt találsz egy linket tőlem, arra kattintva eljutsz a SocialSwap váltónak az oldalára, a Tron linket letöltöd, a, a tárt, ezt a Tron link tárcát összekötöd a decentralizált váltóval, és már is fogsz tudni venni SST token, hogy ezt hogy fogod tudni megcsinálni, ha még nem vagy tagja, akkor vagy ezen a csatornámon, vagy át tudsz menni a SocialSwap Explainer Hungary csatornámra, ahol ezeknek a lépéseknek, ezeknek, ezek a lépések megvannak rövidebb videókban, és meg fogod tudni csinálni, ha nem, akkor keresd meg engem, illetve gyere be a magyar, hivatalos magyar nyelvű, Social Swap hivatalos magyar nyelvű Telegram csoportjába, ahol további segítséget fogsz kapni tudni tőlem, vagy a közösség tagjaitól. Tehát érdemes SST tokent vásárolni, mert lehet, hogy így hozzá fogsz tudni jutni a Core tokenhez is. Illetve hát, ha meg nem, akkor meg azért, mert látjuk, hogy mi történt a Microsoft részvényel, és uh, mi történhet, mit mondott erről a Windowsnak a keresztapja, nagyobb márka lehet, gyorsabban nőhet meg, mint a Microsoft, akkor ilyen nagy márka lesz, mivel össze van kötve az SST-vel, az SST is mehet utána, és emelkedhet az árfolyamot. Tehát mindenféleképpen érdemes SST tokent tartani. De ez nem volt pénzügyi tanácsadás, ez az én kutatásom végezete és a saját kutatásodat, és döntsd saját magad, hogy mennyit szeretnél, vagy mennyit tudsz megkockáztatni ennek érdekében. Én ezzel le is zárom ezt a mai videót, hogy ne legyen túl hosszú, és készülök nektek a további videókkal, Uh, hogy mik ezek pontosan ezek a, ezek a dolgok, ezek a, miből áll össze pontosan ez a, az ökoszisztéma, ezt viszont megmutatom még nektek, ez a Luna Mesh, ami ennek az egésznek az alapja, ami az internet nélküli kommunikációt uh, meg tudja létrehozza, és eléri a Föld 98 át Azért ez elég nagy lefedettség, úgy gondolom. Sok uh, cégnek szúrja majd a szemét, más, sőt szúrja már most is, de igyétek el, nem mondhatok erről semmit, de, de abszolút biztonságban van ez a történet. Szóval ez el fog indulni, ez biztos. Itt van még egy másik videó is, ennek a linkjét is beteszem, ahol a nasdaq kon készítettek velük egy interjút. Tehát nézzétek meg mindenféleképpen, végezzétek el a saját kutatásokat, nagyon sok és nagyon, nagyon fontos információ szerepel Ebben a két videóban magáról a kortokenről, illetve a core blokkláncról, és látni fogjátok, hogy amit mondtam, és, és hogy, hogy, hogy mitől vagyok én ennyire izgatott. Én köszönöm a figyelmeteket, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, mondjátok el a véleményeteket erről az egészről, hogy mi a véleményetek, és osszátok meg a videót, küldjetek el ismerőseiteknek, szóljatok nekik, Hogyha úgy gondoljátok, hogy evel érdemes foglalkozni, mert szerintem érdemes akkor szólni, mikor 5 cent, és akkor vásárolni, nem amikor 20 cent, vagy 50 cent, vagy éppen 1 dollár. Tudom, hogy az emberek akkor jobban szeretnek vásárolni, de igazán akkor érdemes, amikor olyan olcsó az árfolyam. És nem marok más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek, köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!